Köszöntök mindenkit szeretettel. A hosszú nevű madász képviseletében próbálok meg itt lenni, bár be kell, hogy valljam, hogy komoly szerepzavarban vagyok, mert vagyok itt úgy, mint Tiszta Jövét Alapítvány vezetője, amely alapítvány szintén nem kapott befogadást az alacsony küszöbű szolgáltatásra. Vagyok itt úgy, mint Müller Éva Varga Moni volt csoporttársa a konzultáns szakon. Vagyok itt olyan szempontból is, hogy nagyon sok olyan kollégával ülök itt, akikkel manapság sajnos ilyen szomorú témákról tudunk leginkább egyeztetni. És hát ilyen szomorú alkalom legutolján az volt, amikor a legutóbbi közgyűlésen beszámolt például a Drogstop arról, hogy milyen helyzetben van, és hát jól tudjuk ezt egymásról, hogy ki milyen nehéz helyzetben van, és ugye ez decemberben hozott egy olyan hírt számunkra az élet, hogy január 10-én össze is hívtunk egy rendkívüli közgyűlést, 30 tagszervezetünkből 18 jelen volt, és hát próbáltuk összegezni mindazokat a véleményeket, reflexiókat, amiket a beszűkült források függvényében meg láttunk előállni éppen az előállt helyzettel kapcsolatosan. És hát itt a közgyűlésen alapvetően ugye a madász drogprevenciós és ártalomcsökkentő szervezeteket tömörít, hát akik itt megszólaltak, mind madász tagok, és hát a alacsony küszöb és a közösségi ellátások területén dolgozók fele, konkrétan 11 szervezet jelezte azt, hogy komoly működési nehézséget jelent számukra a normatív finanszírozás beszűkülésének a következményrendszere. És a szervezetek további egynegyede jelezte azt, hogy a 2010-ben tervezett programok tekintetében, de a költségvetés tervezés tekintetében is nagyfokú bizonytalanság van jelen sajnos. Hát annyit ebben a rövid időben engedjetek meg nekem még, hogy itt, ahogy próbáltuk tematizálni a problémákat, 6 főcsokorba gyűjtöttük őket, néhányat hadd emeljek ki, de hát itt egy pár jelentősebb probléma már elhangzott. Az első csokorba azok a szervezetek tartoznak, ahol igazából 2 szervezet jelezte akkor, hogy felfüggesztette a szolgáltatását. Ezt hallottuk is az imént. A második halmazban azok a negatív következményeket említő szervezetek kerültek, akik többségénél a források beszűkülése következtében komoly elbocsátások történtek. Hát szervezetenként ez 2-től 18 főt is tudott jelenteni, amit itt látunk a Drogstop esetében is, azt gondolom, ez drámai volt számunkra is megélni. Egy-egy szervezettől is hadd idézzek, 12 főt kellett elküldeni, 8 szocmunkást, 2 szocasszisztenst, 1 pszichológust, 1 orvost, 1 teljes állású pszichológussal kevesebbet tudunk foglalkoztatni, nem látszik biztosítottnak a koordinátor és a szupervízor tiszteletdíja sem. Ez a szervezet egyébként nyert, de a korábbinál jóval kevesebbet. A harmadik csoportban azok a szervezetek kerültek, persze vannak átfedések is, ahol a kényszerű elbocsátások miatt, valamint a rezsi és egyéb költségek finanszírozásának nehézségei okán több szervezet csak a szolgáltatások és vagy a nyitvatartási idő korlátozásával tudja életben tartani a működését. Hát ugye erről is hallottunk már az előttem szólók által. Egy szervezetet hadd idézek, aki egyébként szintén nyert, de kevesebbet a korábbinál, 40 óra helyett 30 órában lesznek nyitva, és hogy itt a jó megoldások is előkerülhessenek ilyen nehéz helyzetben, felmondták az eddigi ingatlanukat, na nem ez a jó megoldás, hanem hogy összeköltöztek egy másik szervezettel, megosztva a nyitvatartási időt és a rezsiköltségeket. Rendkívüli mértékben csökkent a támogatások mértéke, elhangzott ez a szervezettől. A következő tipizálás, ha mondhatom így, néhány szervezetnél egyelőre ezek nem történtek meg, ezek a drasztikus lépések, mint az előbb említettek, de a szolgáltatások egész éves működtetését nem látják biztosítottnak. Egyik szervezet, aki nem nyert alacsony küszöbön, az utcai szocmunkás
utcai szocmunka szolgáltatást fél évig tudja működtetni más forrásból, de azután nem tudni, mi lesz. Egy másik szervezet, aki nyert, de a tervezetnél kevesebbet, a megnyert pénzösszeg kevés, de úgy tűnik egyelőre nem kell senkit elküldeni, még nem tudjuk, hogy működési költségeinket hogyan gazdálkodjuk ki. A következő csoportban igazából csak két szervezetet említenék, ahol a befogadás elutasítása, illetve a kisebb összegű támogatás nem jár a szolgáltatás csökkentésével, csak azzal, hogy elmaradnak a tervezett fejlesztések. És hát alapvetően ez az öt csoport, ez igazából a közösségi szolgáltatásokat is végző szervezetekre vonatkoztak, de általánosságban a szervezetek azt is megfogalmazták, hogy a források beszűkülése okozza egy olyan fajta ellehetetlenedést, ami igazából komoly aggályokat vet fel mind a prevenció, mind az átomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek területén. Néhány példát hadd említsek. Az évek óta sikerrel működött drogprevenciós pályázatunk most nem nyert. Fogalmam sincs, hogy mi lesz velünk, pályázok, ahova csak lehet. A kreatív csoportunkat nem tudom, hogy miből fogom működtetni, gyakorlatilag erősen csőd közeli állapotban vagyunk. Egy újabb, egy nagymúltú szervezet így nyilatkozott, és akkor ezzel zárnám. Harmadik éve vagyunk minimális működési szinten. Egy héten, ha kétszer ki tudunk nyitni, az hihetetlen nagy teljesítmény. Gazdálkodásunk egy magánszemély adományából történik. A szakmai munka színvonalában nagyon visszaesett. A működési költségeink 10-15%-án vagyunk. Működési lehetőségeink 10-15%-án vagyunk. Ha nem történik változás, akkor ez az év lesz az utolsó. Köszönöm szépen!